Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem tartsanak velünk, és tekintsék meg rövidképes ismertetőnket. Idén is tömegek emlékeztek meg halottak napján elhunyt szeretteikről. A kisteleki temetőben a Mindenszenteki hosszú hétvégén megerősített polgárőri szolgálattal várták a látogatókat. A kihelyezett virágok koszorúk biztonságát az a telepített kamerarendszer segíti, amelyet októberben telepített városunk önkormányzata. Kistereken is hatalmas tömegek vannak halottak napján a temetőben. Mivel készül a polgárőrség ezen a napon? Mindenek előtt megemelt szolgálattal jelenléttel. Általában már a halottak napját, Mindenszenteket és halottak napját megelőző napokban és az utána következő napokban is jelen szoktunk lenni, attól függ, hogy egy hétvége hogy jön ki, meg mikor esik. Az idejében ez azt jelentette, hogy szerda délutántól kezdtük a szolgálatot, és egészen majd vasárnap estig jelen leszünk a temetőben, környezetében, és hát próbáljuk a közbiztonsági tevékenységet úgy folytatni, vagy úgy behozni a temetőben, hogy lehetőség szerint ez távol tartsa azokat, akik valamilyen magatartásra készülnek, ami nem ide való. Magasabb a látogatottság ezekben a napokban. Mire érdemes odafigyelni? Több dologra. Mindenek előtt az értékekre. Azért táskát, pénztárcát, személyes tárgyakat mindenki hoz magával. Több hozzátartozót látogatnak meg, egyik sírtól másikig mennek, esetleg ott hagyják, ott felejtik valahol a táskát, tehát erre mindenképpen kérném szépen figyelni, illetve hát ugye ilyenkor a megemlékezés része a mécsesek gyertyák gyújtása. Kifejezetten szeles idő van például a mai napon is. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ha ott is hagyja meggyújtva a gyertyáját, mécsesét, akkor azt úgy tegye, hogy a síron található egyéb gyúlékony anyag, műanyag koszorú, esetleg szárazabb növényi maradványok, azok kellően távol legyenek az ott hagyott mécsestől, gyertyától. Hát eddig minden évben előfordult, hogy el kellett oltanunk kezdődő, pici, apró kis tüzeket, amikből nyilván nem lett probléma, de tudom, hogy ez ekkora területen, ennyi sírnál nehezen megoldható, de hogyha mindenki figyel a saját sírjaira, saját halottaira, illetve annak környezetére, akkor úgy gondolom, hogy ezek elkerülhetőek, hogy komolyabb baj legyen ebből. Az elmúlt időszakban egy kamerarendszert is telepítettek ide a temetőben. Mit kell erről tudni? Szerintem ennyit. Tehát telepített az önkormányzat kicsit a polgárőrség segítségével, illetve természetesen a temetőüzemeltető Kft.-vel együttműködve több kamerát, több helyszínre, több helyre. Ezek elsősorban, hát nem is mondok többet, hogy hol vannak. Én azt gondolom, hogy ezt fedje annak a néhány embernek a titka, magát a helyszíneket. Próbáltuk lefedni a temető teljes területét, kijáratokat, bejáratokat, parkolót, így a belső parkolót. Olyan kamerák kerültek kihelyezésre, amelyek rosszabb fényviszonyok között este, éjszaka is viszonylag jól látnak. Teszteltük őket, folyamatosan jó képet adnak. Eddig mióta ezek kihelyezésre kerültek, nekem nincs információm arról, hogy bármit eltulajdonítottak volna. Sajnos a korábbi időszakban még a kamerák kihelyezését megelőző múlt héten is tűntek el sírdíszek, illetve virágok koszorúk sírokról. Nem kommentelem ezt a magatartást, nyilván feláborítónak tartom. Én bízom benne, hogy egyrészt ennek már korábban híre volt, különböző helyeken ez megosztásra került, és remélhetőleg így a Kisteleki TV adását követően is még több emberhez eljut. Ezek maradnak, ezek a kamerák, tehát ezek nem csak a mostani Mindenszentek halottak napját és az ezt megelőző, illetve ezt követő néhány napot, hanem hosszabb időt fognak jelenteni. Én nagyon bízom benne, hogy maga a kamerák jelenléte eltántorítja a ilyen kegyeletsértő magatartást, illetve ha mégis bekövetkezik, akkor pedig abban bízom, hogy a kamerák képeinek segítségével az elkövetőt meg is fogjuk találni. Az egyházkerületi közgyűlés döntése alapján a Kisteleki Református Gyülekezet november 1-től már nem az újszegedi református egyházközség szorványaként funkcionál. A Kisteleken már 100 éve működő református egyházközség önállósodását
az elmúlt években tapasztalható fejlődés tette lehetővé. A Kisteleki Református Egyház november 1-től önállóan működik. Mit kell tudni erről? Igen, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy elérkezett ez a pillanat, amikor a kisteleki közösség az így, mondhatjuk, hogy nagykorúvá válik, és önállósodni fog. Ezt úgy kell elképzelni, hogy már az első időkben is a keresztényeknél, amikor elindult az evangéliumnak a hirdetése, elindult az örömhírnek a prédikálása, Pál apostol, Péter apostol, ahogy ezt így terjesztették az emberek között, elmentek egy városba, és ott maradtak egy ideig, és ott akik hittel fogadták Krisztusnak az örömhírét, az, hogy ő érte, az ő váltságáért Isten megbocsátja a mi bűneinket, ott ezekből az emberekből megalakult egy kis közösség. És ezt egy darabig ezek az apostolok felügyelték, vagy ott maradtak velük, amíg kellően meg tudtak erősödni, és utána, amikor elérkezett egy olyan szint, hogy annak az adott közösségnek egy saját tanítója lehetett, akár az ott lévő tagok közül valaki ezt a képzést, úgymond a tanulási részét elvégezte, hogy ő képes volt arra, hogy kiálljon és prédikáljon, akkor tovább tudtak állni, és más helyeken is hirdették az apostolok az örömhír, de hogy onnantól kezdve ez az adott közösség abban a városban az így önállóvá vált. És hát mondhatjuk, hogy valami hasonló történt itt most Kisteleken is, hogy ez ugye az elmúlt, hát közel már 100 évben az újszegedi református egyházközségnek a pásztorálásában élt itt a kisteleki közösség, és most úgy látta az újszegedi presbitérium, a gyülekezet vezetése, hogy történt annyi előrelépés, fejlődés itt a gyülekezet életébe, az itteni gyülekezet életébe, hogy elindulhat ez az önállósodás és a nagykorúvá válás. Miben látja ön a fejlődést? Hát ezt nyilván nehéz megmondani, mert nem lehet, a lelki munkában nem lehet csak számokról beszélni. Nem is lehet Istennek a munkáját csak pusztán matematika vagy menedzsment alapján mérni, de azért látszik az, hogy itt lett ez az új épületünk, az új templom, pont most 2 éve van, hogy ezt már használatba vehettük. Látszik az, hogy megmozdultak az emberek, nem csak és kizárólag idősek járnak, vannak családok, vannak fiatalabbak, gyerekek is vannak, megnövekedett a hittanosoknak a létszáma is, megnövekedett az érdeklődés itt a gyülekezeti programok, események iránt, történt hitbeli előrelépés is úgy látjuk, mert több gyülekezeti tag, aki eddig is járt, még inkább elköteleződött, konfirmáltak többen. Az elmúlt évben idén is indult konfirmációs tanfolyam. Vannak, akik bibliaiskolába is járnak PCR-re, mert nagyon érdeklődnek így az Isten igéje iránt, szeretnének még többet tanulni. Úgyhogy látszik egyfajta ilyen lelki mozgulódás, és ezt úgy látszik, hogy nem csak mi látjuk, hanem az újszegedi gyülekezet, illetve az egyház megye és az egyház kerület is megerősítette. Milyen plusz feladatokkal jár az önállósodás? Hát sok plusz feladattal jár, mert így az a kisteleki egyházközség, mint kisteleki református missziói egyházközség fog létezni, és ez azt jelenti, hogy mindaz, amit eddig az újszegedi gyülekezet vezetés, az újszegedi lelkész és presbitérium végzett, azt innentől kezdve itt helybe kell majd megoldanunk, tehát föl kell, hogy álljon itt az itteni gyülekezetünknek a saját vezetősége, ami nem csak a lelkészből, hanem világi vezetőkből, tehát gyülekezeti tagokból áll ez a presbitérium, ezt ilyen demokratikus úton jelölik és választják a gyülekezeti tagok. A Szentírás alapján ugye előírja a Biblia, hogy milyen emberek legyenek, hogy szent életű, aktív gyülekezetbe járó, fedhetetlen férfiak, akik a szívükön viselik így a gyülekezet sorsát. Hát ilyeneket igyekszünk majd választani. Hála Istennek azért vannak potenciális jelöltek, és majd ennek a gyülekezet vezetésnek föl kell állnia, és akkor innentől kezdve mindenféle dolgot így magunknak kell intézni, a saját költségvetés, pályázatok, egyebek kapcsán, mindenben gyakorlatilag saját felelősségünk van, és lesz.
milyen várakozásaik vannak a jövőt illetőleg? Hát izgatottan várjuk ezeket a dolgokat, mert érezzük a nem csak én, hanem tényleg a gyülekezetnek a tagja is érzik ennek a felelősségét, hogy itt azért sok mindenben tényleg helyt is kell állni. De van egy pozitív várakozásunk, egy pozitív reménységünk, hogy eddig is látjuk, hogy mit munkált itt közöttünk az Úr, milyen dolgokat engedett meg, hogy szabad így mondani, hogy a nehéz évek után, amikor itt nem volt tényleg semmilyen saját épület, és viszonylag gyér volt a létszáma a gyülekezetnek, de hogy mégis ebben az időben is megtartotta a közösséget, és újra fellendítette, és új erőt adott. Szóval bizakodunk, hogy az Úr, aki elkezdte ezt a munkát, folytatni is fogja. Befejeződött az Ovizsák program keretében megvalósuló ruhagyűjtés a Hét Színvirág oldalában. Az őszi gyűjtés során a szülői aktivitásnak köszönhetően több mint egy mázsa ruhanemű gyűlt össze, amely után az óvoda egy kisebb összegben részesül. Idén ősszel is ruhagyűjtés szervez a Hét Színvirág óvoda. Mit kell tudni erről? Igen, immár harmadik alkalommal szervezünk jótékonysági ruhagyűjtést, ami azt a célt szolgálja, hogy ennek a bevételéből az alapítványunk egy kicsit gyarapodjék, és az alapítványunkon lévő pénzből viszont a gyerekeknek szervezünk különböző programokat, és valósítunk meg esetleg bármiféle óvodai tevékenységet. Nagy örömünkre szolgál az, hogy a városból nagyon sokan megkerestek, hiszen nem csak azok a szülők hozhatják a ruhagyűjteményüket, akiknek ide jár a gyermekük, hanem bárki, aki szeretne bennünket támogatni, szeretné az alapítványunkat egy kicsit szaporítani. Mennyire voltak aktívak idén ősszel a szülők? Azt gondolom, hogy talán most csúcsot döntünk a szülői aktivitással, hiszen nagyon sok suli zsákot elvittek, amiben ugye a ruhákat otthon belecsomagolják, és így hozzák vissza. Én azt gondolom, hogy most nagyon jól fog sikerülni, bár az előző kettőre se panaszkodhatunk. Az összegyűjtött ruhákat egy cég viszi el, aki ezt az egészet szervezi, és ha jó az én információm, akkor ebből a felhasználható ruhák esetleg a rászorulókhoz is kerülnek, vagy pedig géprongyok lesznek, tehát hasznosítják újra őket. A befolyt összeget az óvoda miként tudja hasznosítani? Hát első körben megnézzük azt, hogy mire lenne a legnagyobb szükség, hiszen ez a számlánkra megy, és onnan tudunk ebből bármit is gazdálkodni, de én azt gondolom, hogy amire a kolléganőkkel összeülünk, és bármire szükség van, azt meg tudjuk oldani. November 2-án a Csongrád-Csanár vármegye 3. osztályának 11. fordulójában városunk labdarúgó csapata a Sándor Fava 2. számú gárdáját fogadta hazai pályán. A találkozó 2 vendég és 1 hazai kiállítást is hozott. A találkozó végén a hazai közönség 3-0-ás sikernek örülhetett. Harmadosztály 11. fordulójában 3-0-ás győzelmet haladtak a Sándor Fava csapat ellen. Hogyan értékelni ezt a találkozót? Az első félidő az nagyon jó sikerült, tehát ezzel a taktikával úgy látom, hogy megleptük őket, tehát nem tudtak indítani, nem tudtak kibontakozni a játékba. Hál' Istennek egy korai gól az megadta a kis nyugodtságot nekünk, és utána tudtuk tartani azt a lendületet. Védekezésben úgy látom, egyre jobban kezdünk szervezetek lenni, egyre kevesebb hibával játszunk, bízunk benne, hogy ez még javul. Hozogjál be! Azaz! Azaz! Az igen! Nagyon sok lap talkította a mai mérkőzést, mi erről a véleménye? Hát igazából ez a játékvezető, ez kicsit kicsúszott az első fél időben a kezéből a mérkőzés, próbálta korrigálni, irreálisan sok volt a sárgalap, tehát ezt nem is értettem. Nálunk is a kiállítás 2 sárgával volt, első sárgát megkapta az első szabálytalansági, ami nem volt olyan durva, tehát se rugás, se hátulról semmi nem volt, a második az meg megint testesteleni, tehát egy sima mezőnyfaút volt. Tehát sajnos ezt most megint elveszítettek a játékosunkat egy mérkőzésre, de nem értettem. Tehát nem volt ilyen durva meccs, ami ahogy a lapok mutatják. A kisteleki csapat végig szervezetten játszott a mai mérkőzésen. Hogyan készültek erre a találkozóra?
Igazából ugyanazt a játékot próbáltuk játszani, mint az utolsó 3-4 meccsen, ami már bejött. Tehát ez, hogy védekezést felépítjük, tehát hátul védekezünk, és innen próbáljuk támadásokat építeni. Úgy láttam, hogy jó lesz, elég stabil a középpályánk, védelmünk. Most már kezdenek jönni a gólok is. Reméljük, hogy ez a taktika ez beválik még a többi csapat ellen is. A higgadtság, illetve a fegyelem is segített a mai győzelemben? Igen, sokkal nyugodtabbak vagyunk most már, tehát jött az eredmény, van egy kis önbizalom, sokkal nyugodtabban tudunk játszani, ez nagyon, néha így is vitte egy-két játékost a szíve előre, kicsit ezt még korrigálni kell, de azt mondom, hogy igen, nagyon, tehát most tudunk higgadtan védekezni, egyből visszazárunk, és tudunk segíteni egymáson. Hogy érzi, hol tart jelenleg a csapat? Hát még azt nem mondanám, hogy teljesen egységesek vagyunk, de nagyon jól kezdjük most már azért felépíteni. Tehát azt mondtuk ugye az elején, hogy fél év. Ennek örömmel látom, hogy ez sikerült kicsit hamarabb. Bízunk benne, hogy még itt föntebb is tudunk jutni a tabellán a ősz végére. Az elmúlt fordulók sikeressége után akkor elmondható, hogy most már van önbizalom is. Igen, mindenképpen. Hogy megjöttek a gólok is, illetve tényleg védekezésben, és most úgy látom, hogy egyre kevesebb gólt kezdünk kapni. Köszönhetően azért van két, pontosabban van négy kapusunk, kettő az ugye állandó, a másik kettő az ugye most sérülésből tért vissza, a másik kapus nem jött, de ők is kaptak lehetőséget, és jól bizonyítottak, és illetve a védelem is néha van kis hiba, de elég szervezett. Van még pár forduló az őszi fordulókból, mit vár a jövőben? Győzelmet. Bízok benne, hogy győzelem lesz. Három forduló még maradt, egy elmaradt forduló, meg a kettő rendes forduló. Minden meg lehet. Én bizakodva azt mondom, hogy itt még a 9 pont meg lehet belőle, de nem merem elkiabálni. Háromlás győzelem hazai pályán. Hogyan értékelnéd ezt a találkozót? Hát alapvetően meghatározta szerintem a mérkőzés menetét, hogy itt az első percben szereztünk egy gólt. Nyilván kiállítás is, azt gondolom, hogy ami magunkra hajtotta a vizet, de egyébként szerintem megfelelően futballoztunk ma, én úgy gondolom. Hogy élted meg belülről ezt a mai sikert? Hibák voltak igazából, de azok mindig vannak minden mérkőzésen, de szerintem a játékunkkal elégedett vagyok, jó a csapat morál, úgyhogy nincsen probléma. Mi a véleményed a saját játékodról? Hát mindig tökéletesre vágyik az ember nyilván, mindig jobbra és jobbra fejlődni szeretne, és hát hibák mindig csúsznak természetesen bele, nem, de tökéletesíteni kell, ott vannak az edzések, a mérkőzések, azt gondolom, hogy azok még jobb edzések a mérkőzések, mint az edzések. Vagyunk már az ősz közepén, hol áll jelenleg a csapat, mennyire vagytok összeszokva? Én azt gondolom, most látszik az elmúlt meccseken, az eredményeken, hogy összeszoktunk, kijöttek most a jó eredmények, teljesen azt gondolom, hogy a játékunkkal sincs probléma, nyilván néha vannak hibák, a taktika szerintem most nagyon jól elépült a csapatra, úgyhogy teljesen rendben vagyunk egyelőre. Hogyan értékeled a mai sikert? Hát úgy látszik, hogy kezdik összeérni végre a csapat. Szerencsénk is volt, mondhatjuk azt is, de végre megláttuk a nekünk fekvő felállást. Úgy látszik, hogy nekünk ez fekszik, ez a jó. Sokan is voltunk, végre itt volt mindenki, nem hiányzott senki. Igazából harcoltunk, küzdöttünk, a szerencse is mellettünk volt, de ennyi már kijárt nekünk végre. A kisteleki csapat végig szervezett és kompakt volt. Mennyit készültetek erre a találkozóra? Hála Istennek egyre többet vagyunk edzésen, egyre többen. Próbálunk most már heti kettőt edzeni, ezek most már azt hiszem a pályán is ki fognak jönni lassan. És úgy mondtam az előbb is, hogy most már azért létszámon elég sokan vagyunk. Tudunk rotálni, tudunk válogatni, tudjuk, hogy mi az, ami nekünk fekszik, mi az, ami nekünk jó. És azt a játékot játsszuk, és végig szervezetten, úgy, hogy az öltözőben megbeszéljük, mindenki tartja hozzá magát, és úgy van az eredmények is. Milyen a várakozásaitok vannak a jövőt illetőleg? Jöhetnek a hazai győzelmek? Hát reméljük, hogy a hazai közönséget végre ki tudjuk elégíteni, mert nagyon hálásak, végig kitartottak mellettünk. Mikor nem úgy jöttek az eredmények, akkor is elég szép létszámmal kint voltak. És most már hál' Istennek
egyre jobban játszunk, ami a pontokban is megmutatkozik, és úgy látom, hogy egyre több néző is van. Úgyhogy próbálunk most már nekik is játszani egy kicsit. Jobb kerek! Jobb kerek! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben ellátogatunk a ProArt Alapfokú Művészeti Iskola halloweeni partiára. Betekintést nyerhetnek a Zöld úton Egyesület Mindenszenteki lámpás túrájába, és az október 23-ai ünnepi szentmisét is megtekinthetik felvételről. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!